Magyarország lovagvárai. Írta és helyenként költötte Mikszáth Kálmán. Selmecvára. A mulatságos emlékezetű II. Ulászló királynak a kincstáráról tudva levő dolog, hogy mindig üres volt. És ez nem is csoda. De csoda aztán az, hogy a kincstárnokai mégis többnyire meggazdagodtak. Hogy történhetett ez? Nem fejtegetem. De hogy így kellett lennie, bizonyítja Rőzül Rázmán esete is, aki az akkori kornak valóságos Rothschildja volt. Pedig egyszerű selmeci polgárvala, s igen lelkiismeretes kincstári igazgató. Róla beszélték azt, hogyha egymás mellé rakná egy vonalban az aranyait, Budáig érne a pompás sárga szalag. Rőzül Rázmán 1520-ban meghalt, s egy derék fia maradt, meg egy csodaszép leánya, Rőzül Borbála. A végrendeletben 2 gyermekére hagyta vagyonát, azonban Lőrinc, a fiú, nem sokára szintén meghalt, és a töménytelen kincs mind a szép Borbáláé lett. Sereglettek is a Rőzül házba kérők mindenünnen. A nagy örökségnek híre ment sebesen szerte az országban. Jöttek az elszegényedett lovagok szerencsét próbálni, hogy hát, ha megtetszenének a leánynak. Sőt, egy-egy kincsvágyó főúr is megakadt köztük. De Borbála el volt kapatva a kitüntető versengések és roppant kincsei által. Elhatározta, nem megy férhez, csak egy királyi herceghez. És ebben volt is valami filozófia. A szegény királyi familiának valóban jól esett volna akkoriban, ha valamelyik tagja egy jó partit hoz a házhoz. No, de azon is múlt, hogy nem is igen volt fölösleges herceg. Borbála azonban, nehogy azt higgye valaki, nem élt ám ez alatt apáca életet, hanem kárhozatos rossz útra tévejedék. Selmeci háza a Tivornyák bűnös fészke lett. Úgyhogy becsületes polgárok keresztet vetettek magukra, mikor az utcán megpillanták az angyal alakjában járó ördögöt, sőt még akkor is, ha a háza mellett elmenének. Lőn, hogy ezekben az időkben a nemes városi magisztrátus egy akasztófát emeltetett éppen szemben a Rőzül leányasszony házával. Az akasztófa pedig akkor még nagyon is nélkülözhetetlen közigazgatási eszköz vala. Annyi volt az akasztani való, hogy mint valami fontos pozíció az akasztófa alig jutott néha-néha üresedésbe. Rőzül Borbála, amikor kitekintett az ablakon, gyakran összerázkodott ilyettében, látván, amint lógázott a vihar a holttestet. Ráírt a városra, hogy vigyék el az ő ablakai elől az akasztófát. A magisztrátus visszaírta, hogy ő ott akasztat, ahol neki tetszik. Márpedig az az akasztófa nem ott lesz. Erősködött Borbála. De bizony azért is ott lesz, üzengetett Búriusz János bíró uram. És amit a szép kisasszony föltett az elkeseredett versengésen, ki is vitte ravassággal. Egy ideig hagyta aludni a dolgot, aztán egy ajánlatot nyújtott a városhoz, hogy ő egy várat akarna építeni, mely Selmecnek nehéz háborodott időkben menhelye lehet majd. Hát engedje meg azt neki a magisztrátus. Ő csak azt köti ki, hogy oda építhesse, ahova akarja. Persze, hogy nagy örömmel engedték meg. Az ördögtől is el kell fogadni a jót, mondogatták a tanácsbeliek. És Borbála felépítette a várat oda, hol az akasztófa állt. De mikor már készen volt az egész, mind a 4 szöglettornyával, hatalmas külső falaival, Búriusz János uram nem élt már. Az akaratos Szilaj Borbála kiment akkor a temetőbe udvarlóival, és megrúgta Búrius sírját a gonosz sárga cipellőjével. Hallja a kegyelmed, Búriusz János uram! Az én váram áll az akasztófa helyén. Így épült fel a selmeci vár. Rőzül Borbála szegényen, majdnem mint koldus mindenkitől megvetve halt meg 1575-ben, szeptember 15-én. A selmeci várnak sohasem volt valami különös hadászati jelentősége, legalább állami szempontból éppen nem. Mert a körülfekvő várak, Csábrág, Kékkő, Zólyom, Bozók, mind a bányavárosok védelmére voltak szervezve. A bányavárosok kincseit védték, hogy oda ne juthasson az ellenség. De ha egyszer Selmecre jut be, hát akkor mit védjen már a selmeci vár?
Rákóczi hadjárata alatt a selmeci vár is kuruc kézbe jutott, s így folytották aztán a béketárgyalásukat. Legutoljára barátok lakták. Most pedig lakatlan, de vidámabb, mint akár Rőzöl Borbála idején. Pajkos diákgyerekek labdáznak az udvarában.